az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Szaporodó merénylet, kísérletek, elmaradó viták és kiéleződő ideológiai konfliktusok jellemzik 2024-et Amerikában és Európában is. De van-e még átjárás a megszilárduló véleménybuborékok között? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Magyarics Tamás, aki szerint az Egyesült Államokban a közép fokozatosan kiürült és a szélsőségek nyertek teret. A politika nem a hatalomról, hanem a közjó otthont és hazát teremtő szolgálatáról szól. Ezt már Frivalcki János mondja. Velünk lesz Dornfeld László, aki úgy látja, a nyilvánosság változása a társadalom kohézióját fenyegeti. És csatlakozik hozzánk Szilvai Gergely, aki úgy véli, nem kell félni a társadalom polarizálódásától. Ez a demokrácia velejárója. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Visszesen fogy az idő, hamarosan elnökválasztás lesz az Egyesült Államokban. Ezzel párhuzamosan hát hogy is mondjam, forrósodik a világ, gondoljunk csak az izraeli libanoni konfliktusra, és azt látjuk az Egyesült Államokban, hogy minthogyha elfogyott volna a vitázó kedv, Mi történik most Amerikában, Tamás szerinted? Hát egyrészt az alelnöki vita feltettem az utolsó volt. Általában nem ez szokott lenni az utolsó, hanem utána még szokott lenni egy újabb elnöki vita, de feltettem már nem lesz elnöki vita, hanem hát úgynevezett októberi meglepetésekre számítanak még a hát szakértők. mostanában van sűrű. Ja, igen, tehát mondjuk, hogyha októberi meglepetésekről beszélünk, akkor a demokraták részére kellemetlen meglepetés lehet a közel-kelet, hiszen ott az ottani álláspontjuk az nem tesz kiforrott. Kermetlen meglepetés lehet számukra a, a határkérdésnek az ott esetben felforrósodása, és hát nyilván van kermetlen meglepetés az, hogy a, a két jelölt meglehetősen balra helyezkedik el a főáramtól. Trump számára pedig az jelentett kermetlen meglepetést, hogy most egy 165 oldalas dokumentumot hozott nyilvánosságra ez a Jack Smith különleges ügyész által összeállított vádirat, és hát ott vannak a kérdések, amelyek hát alkotmányos dolgokat érintenek, tehát az, hogy, hogy ő magánemberként tette megjegyzéseket, magánjelgű megjegyzéseket tett, vagy nem magánjelgű megjegyzéseket tett, vagy a, 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 a Végrehajtó hatalomnak van-e joga arra, hogy az egyes árban folyó választási eljárásba belefolyjon, vagy ne, tehát ilyen kérdéseket vet föl ez a dokumentum, de nem valószínű szerintem, hogy az emberek ilyen alapon megváltoztatnák a véleményüket. Nagyon hosszú ideje gyakorlatilag beárta a közben kutatás soknak az eredménye mind a két oldalon, tehát 47-48 százalék mind a két félnek. Az úgynevezett csatatérállomokban ugyancsak mondjuk 0-2-1-4 között változik a vezetés, hol az egyik, hol a másik fél számára. A legutóbbi közönkutatás azt mutatta, hogy négy államba a Trump vezet, kettőbe talán Harris, de hát Gergely meg azt hiszem, jöttünk, akkor majd más számokat mondott, mert ő más közlemkutatókat nézett, tehát sajnos Jó. ezeket nem lehet Már is van egy megállapítani. Feltetlen a belső kutatások azok, amelyek inkább a valóságot tükrözik. Az, hogy most most a, a, mondjuk a Quinnipiac, vagy a Siena College, vagy az ABC, vagy bármelyik társaság hogyan mér, azaz az sok mindentől függ, attól is függ, hogy mit akarnak adott esetben mérni, adott esetben el szeretnék -e Erősíteni a saját tábort, vagy pedig gyengíteni a másikat, abba a hitbe ringatni az egyik tábort, hogy nagyon jó helyzetben, amikor nincs is annyi a jó helyzetben. Tehát itt nagyon sok manipuláció lehet számítani. Manipuláció, fontos kifejezés, ha már megszólítottál, Gergely. Nincs vitán tekintve, hogy. Azt hogy, no. mind, mind a ketten néztük az összes közénkutatót, vagy itt többet, és ugye a, a RIP politics az, ami azt hozta ki, hogy én is nézek, hogy hogy négy államban a hétből Trump vezet, kettőben Harris, egy másik, és ugye a régi politikus az, az sok közönkutatást szed össze, és nem tudom pontosan, mi a módszertanok, hogy agregálják, vagy, vagy hogy csinálják, de ez pontosabb volt az előző években, és van egy csomó más közénkutató cég, ugye egy másik ilyen oldala, a 538, ami iszonyat mennyiségű ilyen közönkutatást becsatornáz, Um, uh, ott a, ott a Harris vezet talán 5 4-2-re, tehát pont fordítva, mint a, mint a a nél és az egyik hírportálon olvastam egy friss közönkutatást, ami viszont egy társaság, ahol 5-2-re vezet a Harris a Billig államokba, szóval így nehéz, <laughs> nehéz kibanzsolázni, hogy, hogy mi az igazság, valószínűleg ők maguk se tudják ezt ma pontosan megmondani, úgyhogy hogy az egyértelmű, hogy... Ennyire képlékeny a helyzet? Születe. Ennyire képlékeny a helyzet, hogy nem tudják a ennyire, Igen, Amerikában az utóbbi években vagy utóbbi tíz évben egyre inkább, egyre szűkebb választási eredmények születnek, egyre kisebb a különbség, mind nemzeti szinten, mind, mind helyi szinten a, a, a különböző jelöltek között, és hát ez egyre megvizite a közönkutatók dolgát mint ezt láttuk 16-ban is, bár azóta valószínűleg ugye azért közönkutatók összeték magukat, hogy, hogy a hitelségeket visszaszerezzék. Tehát azt mondani, hogy egyáltalán nem megbízhatóak, az, azért szerintem kicsit meredek, de nyilván nem kell nekik minden elhinni. Hát ez fura helyzet, hogy, hogy össze-vissza mondanak sokfélét különféle közönkutatók, majd meglátjuk, vannak akik a, a fogadóirodáknak hisznek erről, az alapjökkétos kolléga tud mesélni. László? Ez így van, hogyha már én is megszólítottam. Valóban nálunk az a mondás járja, hogy a közölelmi kutatók azok hazudnak, ilyen vagy olyanokból manipulálnak, amivel is hangzott itt a mindenféle érdek, ami mögött állhat, hogy ne teljesen pontosan mérjenek. Most ehhez képest a bookmakereknek pedig a megélhetésük függ attól, hogy az odzokat hogyan számolják ki, tehát kinek a győzelmére fognak többen fogadni, annak akkor mekkora a visszatérülése lesz. Nyilván ez nagyon fontos, amikor valaki egy fogadóirodát működtet. Az fontos megjegyezni, hogy ennek az elméletnek a tudományos igazolása még várat magára, de alapvetően azért egészen más célok mozgatják őket, ugye kemény pénzügyi kérdésről van szó, ott azért nagyot tévedni nem lehet, vagy nem, nem most, mert akkor lehet, hogy keresett új munkahelyet az a kollega, aki rosszul számolta ki az odzokat, és jön helyette egy másik. De nehogy az, az, nem az, az, az legyen már, hogy, hogy közvéleménykutatók közvélemény egyébként, ha már említette, ugye 2022-ben Magyarországon eléggé nyilvánvaló volt, hogy itt a közvéleménykutatások azért, vagy néhány közvéleménykutató meglehetősen indoktrinált alapon De nehogy az legyen már, hogy a közvéleménykutatók vagy a bookmaker irodák döntenek el egy, egy választást, De egy döntik el, választást. Most ott lehet, leképezik azt, hogy mi várhatunk. Sokkal Illet, Illetve, igen, illetve a utolsó két elnök választási ciklusban konzisztensen alámérték Trumpot. Tehát a csatatérámokban 3-4%-kal, országosan pedig 8-9%-os különbséget mutattak ki Hillary Clintonnak, és. Bidennek, ami végül is nem valósult meg. És egy nem amerikai példát mondok, a, a, a brit kutatók tévedtek óriásokat az utóbbi években, például most a legutóbbi júliusi... Na de mi ennek az oka? Tehát most a, tényleg ne veszünk el az adatokban, de mi annak az oka, ne haragudj Tamás, eh, hogy rendre mellé mérnek a kutatók, és most ne az adatokra. Tehát eh, rejtőzködik a szavazó, nem mondja el, hogy mit akar, hazudik a szavazó, eh, nem érti a, a politikusok által felvetett problémákat? Nem tud helyes döntést hozni, vagy nem tud egyértelmű döntést hozni, és billeg valahol középen, vagy valamelyik szélen, vagy mi történik? Na, az összes, a fentiek közül az összes. Hát ez az. Hát én bár politológus is vagyok, de inkább mindig a politikai filozófia szempontját szeretem választani, hogy szerintem a szavazóban rengeteg minden sűrűsödik össze. Tehát annyi minden dologról úgy gondolja, hogy most dönteni kellene, hogy nem tudja, hogy, hogy melyik részét az énjenek értelmezze. Tehát, tehát annyi mindenről szól most a politika, amiről nem szabadna, hogy szóljon. Tehát a személyes problémája, az életértelmetlensége, a biopolitika, a, ha megkeresünk arra, hogy mik a legégetőbb kérdések, vagy a, a leginkább vitatott kérdések, csupa ilyen emberi testhez ö, fűződő kérdések. Ö, rengeteg problémája van, ugye, életének értelmével kapcsolatosan, azt várja a politikustól, amit világosan nem tud megoldani. Közben visszamentünk egy olyan időszakba, Lásbos Libanon, vagy Irán, hogy, hogy ö, ö, azt látja, hogy küzdelem folyik, és Ö, nem tudja, hogy, 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 hogy ilyen módon álljon-e hozzá. Mert a politikának nem erről kéne szólni, hogy vagy ő hal meg, vagy én halok meg. Tehát ez nagyon súlyos, hogy ez a kontextus. Tehát az, hogy a természeti kontextus, hogy az emberek egymás mellett élnek, és a politika a belső közjóról szól, és nem támadom meg a másikat, nem ölöm meg a másikat, és a vita sem arról szól, hogy nem a hatalomról szól, legyőzöm-e retorikai eszközökkel, kigyőzött, nem erről szól hanem egy kivisz közelebb ahhoz a közjóhoz, aminek én részese része vagyok. Tehát egzisztenciális szorongások, beletolt kérdések, frusztrációk, és tehát azt hiszem, hogy nem tudja a választó, hogy most miről szól most már a politika. Na de akkor viszont a hitek és az illúziók döntenek, és akkor tényleg fölösleges a vita, mert ugye most, most az történik, hogy hát, hát hogy lehet az, hogy Amerikában, ahol a, ugye a, a Kennedy Nixon TV vita óta természetes volt, hogy minden egyes elnök jelölt megméretteti magát TV vitákban is, az most hirtelen nem olyan fontos. Hirtelen az van, hogy, Megvan az én hősöm, hiszek benne, az illúzióim hozzákapcsolódnak, azt akarom, hogy ő legyen. Én kicsit máshogy látom ezt a dolgot. Én szerintem az a idegeti magamat, hogy volt valaha racionális politika, mióta a demokrácia létezik, vagy az előtte az teljes tévedés. És a választók többsége sosem furacionális alapon döntött. Egyébként az értelmiségi választók sem, akiknek például egyetemi tárok, amikor ők azt mondják, hogy ők racionális alapon döntenek, akkor maximum jobban megmagyarázzák a saját ideológiai álláspontjukat racionálisan, de valójában a ideológiai és érzelmi rész az mindig nagyon nagy szeretet tett ki a politikai döntésekből, mivel szemben a neoliberális elképzeléssel, mi szerint a politika technikai kérdésekről szól, valójában a politika egzisztenciális kérdésekről is szól a mélyben. Üm, nyilván, a, nyilván ezt nem azt mondom, hogy nincs racionális része, de ha most az amerikákat veszük, akkor ezek a ők büszkék a vitáikra, meg innen azt szokták nézni, hogy ú, náluk vannak elnöki vitáknak hasonlók, de ez mindig kicsit a, a, cirkuszt és kenyeret része is volt. Persze azért számít, hogy hogy érvelnek a felek, ez, 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 ez mindig meg volt, de, de ez, ez, nem egy ilyen hideg akadémiai vita volt sose, hanem volt benne indulatok, érzelmek, nyilván idolgolják, stb. Nem is, tud, nem is tudnak nem lenni benne, és azért azt nem mondanám, hogy, hogy lehanyatlott az amerikai vitákkora, mert hogy volt két elnök jelölt vita, ugye még amíg a Biden volt, a, pedig a Biden-Trump, és a, ennek a nyomán kellett a Bidennek lelépnie végül is. Volt egy Harris Trump vita, meg most az alelnök vita, tehát hogy, hogy lehet, hogy több szokott lenni, de azért azt nem mondhatjuk, hogy viták hiány vannak az amerikaiak a mai a mostani választások előtt, és azért a, a Vance-Valc vitáról neki azt mondta, hogy visszafogott nagyon udvarias és, és szakpolitikai témákat feszegető vita volt, tehát hogy az indulatok el, eluralták a dolgot, ezt nem lehetne mondani. Igen, csak az volt a baj ezzel kapcsolatban, hogy a, a, az alelnök jelölteknek a vitáját felmérsék szint 43 millióan nézték, a korábbi vitákat 60-70 millióan nézték, hát tehát ugye és másodszor például hagyomásra nem aláernőkökre szavaznak, hanem elnökjelöltekre szavaznak az emberek, de abszolút egyet érte hogy hogy az embereknek a nagy része, most megkérdeznénk őket a különböző kérdésekről, az egészségügy, határkérdés, belbiztonság, az adópolitika és így tovább, hát nem valószínű, hogy tízből egy, hogyha el tudnám mondani azt, hogy szerinte miért jobb az egyik egészségügyi program, mint a másik, vagy az egyik adópolitika miért jobb, mint a másik. Általában úgynevezett konyhai ügyekre szavaznak, tehát megnézik, hogy most négy évvel ezelőtt mennyi volt a benzin, mennyi volt az élelmiszerár, és így tovább, illetve hagyományosan ő demokrata, hagyományosan republikánus, és sokszor az érdekei ellenére szavaz egy republikánusra vagy demokratára, mert közben már megváltoztak a pozíciók, tehát x évenként az amerikai politikai a demokraták és a republikások majdnem, hogy helyet cserélnek egymással nagyon sok kérdésben. Például, csak egy példát mondok, a jelen pillanatban az alsó fehér középosztály, a munkások gyakorlatilag átmentek a republikánsokhoz, szóló évtizedekig ők stabil demokrata szavazók voltak, mert a demokraták általában ilyen kultúrkamp ügyeket kezdtek el feszegetni, és nem azzal foglalkoztak, hogy a munkások elvitték a munkáltatók külföldre, Mexikóba vagy a távol keletre. Tehát e, ilyen dolgokat is figyelme kell venni, de, e, de, hogyha őket most megkérdeznék, most itt volt az Ukrajna, megkérdezték, amikor az ukrajnai válság kirobbant az Amerikákat, hogy hogy azonosítják Ukránt a térképen, 60% Tunézia, meg Nagy-Britannia, meg Skandinávia helyén keresgélte. Uh, nagyon uh, alacsony uh, az ismeret szintjük sajnos az amerikai oktatásügy sok minden miatt, és uh, hát uh, az ember tényleg azt mondja, hogy mondjuk Oklahoma nem, nem te kell te nagyon ők tudni. Ők teljesen karol. azt gondolják, hogy másképpen magas. Tessék? Tehát nem alacsonynak érzik, hanem másképpen magasnak. Én egy szintjük. is mondani, nem, ezt nem akarok, de hát uh, ugye, uh, sokszor ugye azt szokták mondani, hogy uh, hogy hát nem a, a, szavazatokat, hanem az iq kell összeszámolni. Ezt főleg Floridában mondták annak idén, amikor 2000-ben volt ez a ominózus szavazás, amikor olyan sokan azt hitték, hogy góra szavaznak, ahol ott nem góra szavaztak, hanem másra szavaztak, mert egy kicsit megtévesztően voltak a, a lukak ott középen, ahol, amit ki kellett lukasztani a szavazólapon. Tehát amit akarok mondani, az az, hogy, hogy Sajnos az amerikai átlag szavazó az nem az ügyek tudatos, tudatos, az ügyek mentén szavaz. A rajteznek volt egy fölmérése, tíz kérdésben, kilencben magasan a republikásoknak kellene győzni. Ennek ennére országosan Harris vezet egy-két százalékkal. Na de hát akkor ez semmi más nem jelent, csak azt, hogy az érzelmek és indulatok fölül a racionalitást. Ez így van. A politikai álláspont, álláspontok, mert már a nagyapám is oda szavazott, az amerikaiak azok, azok nagyon így működnek. Hát uh, gyakorlatilag. De ez rá, érzelem, gyakorlatilag. Uh, viszont Churchillnek is a híret mondását arról, hogy a legjobb érve a demokrácia ellen 5 perces beszélgetés az átlag választópolgárral. Ezt nyilván Churchill nem azért mondta, mert egyébként antidemokratikus lett volna, de jól látta azt, hogy ez annyira egy érzelmi kérdés sok esetben, és valóban, amik elhangzottak, azt szerintem mind tartja magát hogy én úgy gondolom, hogy alapvetően a politika egyfajta módon a törzsi logikának a további élése a társadalomban. Tehát van a én törzsem, és van a másik törzs, és lehetőleg az én törzsemnek kell győzedelmeskedni. Nagyon sok esetben ez a választópolgárok hozzáállása, mi akkor is, hogyha racionálisan egyébként a másik törzs képvisel valamiben jobb politikát, ez a politika logika alapja szerintem és ez a fajta gondolkodás az, amit aztán a politikusok, illetőleg a sajtó is megpróbál kiszolgálni, mert manapság már azt látjuk, hogy inkább az emberek igényeinek a kiszolgálása zajlik sok esetben. Tehát nagyon kevés az olyan politikus, aki tudatosan formálja a politikát. Emberek vagy megrendelők. Ez most azért, azért ezen, 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 gondolkodjunk el egy picit. A törzsi logika nagyon fontos egyébként. Tehát annyira erősen megvan a törzsi logika, hogy fegyverek dörrennek. Eh, Amerikában is, eh, meg hát ugye Fico ellen is eh, merénylet történt, ami egyértelműen a törzsi logika erőszakosságát jelezte. De biztos, hogy az embereket akarják kielégíteni, nem az pedig érzelmi, a megrendelő? Érzelmi, érzelmi igényeiket. Hát Én úgy az... gondolom, vagy manipulálni, ha így fogalmazok. Igen. Amikor az érzelmetek van szerepe mondjuk a meggyőzésben, ugye ethos, pathos, logos, tehát a hiteles beszéd és az a hatás, amit az érvek gyakorolnak. Csak az a baj ugye itt, amit mondtál, hogy a, a, igazából a populista most ugye leíró értelemben az azt adja el politikai termékként, amire eleve-vevő, sőt most már ott tartunk, ugye, a és intelligenciával, nem csak személyre szabott módon, ahogy egyébként a, a fogyasztóknak is, ugye ez a, a, dinamikus személyre szabott árazással le lehet tapogatni, hogy milyen késztetése van megvenni, és ugye azt felerősítik nála, hanem egyszerűen függővé lehet tenni bizonyos politikai tartalmak fogyasztásától, és utána erre lehet rá dolgozni. Na most a, a mesterséges intelligencia ezt kitűen a képes alkalmazni, és ugye abból dolgozik, amit most már egyébként a mesterséges intelligencia állít elő, és ugye abból dolgozik, ami, folyiratok vannak ilyen-olyan kérdésekről, tehát hogyha egyszerűen belekódolják azt, hogy mondjuk aki a nemzetét szereti, az egy megveszekedett nacionalista, miközben hazafi, ugye a kettő között különbséget se tud tenni, és amíg nincs egy olyan bázis, érvelésbázis, akár TEDEX-ek, ugye régen volt a, a, beszélők sarka, ugye Hyde Parkon, a Speakers Corner, ugye a Hyde Parkban, most a TEDx van, de ki az, aki kimer állni, és fölvállalva, igen, a retorikának ezt a korlátozottságát, hogy vagy tetszik, vagy nem elmeri mondani, és, és, jó érvekkel azt, hogy miért van azon a álláspont mellett, ami van. Az Oxford gyakorlat sem túl jó, ott legalább ketten vannak, a hallgatók szervezik, na de az is retorika, és nem dialektika. Tehát azt kéne ide szednék adni, hogy ne engedjük, hogy, mert ez lesz, hogy a mesterséges intelligencia olyan klasszul állítja fiziológiailag az embernek az agyát arra, hogy amit egyébként nyitott, azt fogyassa, és az alapján fog szavazni, hanem vissza a klasszikus dialektikához, ahol közösen jó érvekkel elkötelezik, egymást száfolgatva próbáltak közele férkőzni az igazsághoz, az igazságosághoz, a közjóhoz. Ez itt tennék hozzá, fogy... hogy volt egy felmérés, egy Harvard Egyetemi felmérés, az emberek 98-99 a pártpolitikaiak szegregált közösségekben lakik. Ami azt jelenti, hogy hogy egyszer nincsen vita. Például fölmérték azt, hogy New Yorkba dönten demokrata, tíz emberből egy, ha egyáltalán találkozott egy republikánussal. Tehát megszűntek ezek a viták, mindenki egy buborékba él, a saját pártpolitikai buborékában, és ezeket meg a, főleg a, a közösségi média fölörésíti. Ez így van, hát 2016-ban Trump azért a, a Twitternek a nagyon hatékony használatával állította maga mellé az embereket és ugye a közösségi média, nevezzük bárminek is, az nagyon határozottan a buborék irányba mozdítja el a kapcsolatokat, vélemény buborék irányba, és abból nem nagyon beszélnek ki, és az egy nagyon kellemes istálló meleg hangulatot áraszt, amikor abban vannak, és gondolhatják azt, Magyarországon is volt erre példa, hogy gyakorlatilag a győzelem küszöbén, vagy már annak a kapujában állnak. Szerintem ez korábban is így volt, csak... Csak kiderült. Röviden. Most a törzsi logikából megyünk át ebbe, a, mert ugye ez még platformok, tehát itt a közösségi médián lévő platformok, ott azért még kellett energiát befektetni, hogy ezeket létrehozzák, ezeket a csoportokat. A mesterség és intelligencia most ezen túllép. Tehát közvetlenül a szavazóhoz, fogyasztóhoz ö dolgozik rá az algoritmus. Na most az, hogy a törzsi logika plus ez, hogyha a törzsi logikában tudom kondicionálni már az agyát, az, hogy, 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 ami, amit amúgy is fogyaszt. Most a törzsi logikában használják ezt, nagyon veszélyes tud lenni. Mert ugye azt mondtuk, hogy rengeteg frusztráció van bennük, a megváltást várják a politikától, egzisztenciális problémákat. Na most vagy, vagy, magamat ölöm meg, vagy a, az elnököt ölöm meg. Tehát életveszélyes, mert így korábban voltak olyan szűrők, ahol a vélemény átment családi szűrőn, klubokon, főleg Angliába, vagy olaszoknál kiülnek este, megbeszélik a saját stílusukba. Tehát ott az egyáltalán nem volt készpénz. Na most itt viszont meg se tudja szűrni, mert azt se tudja, hogy mi ment be az agyába. Ugye azt se tudja, hogy mire vevő. Na de akkor itt van egy új, őrült nagy probléma, hogy a, a, demokrácia az egyrészt formalizmus, másrészt étosz. Most úgy tűnik, hogy az étosz eltűnt a demokráciából, és merő formalizmussá vált. Innentől kezdve ijesztő a dolog. A társadalmi kohézió szerintem egyre jobban felbomlik a nyugati társadalmakban. Én azt látom, hogy egyre kevesebb olyan kérdés van, amiben mondjuk egy konzervatív és egy liberális meg tud egyezni, pedig ugye azért kellene, hogy legyenek alapvető ügyeink, egy nemzeti minimum mondjuk, amit Magyarországon szívesen hangoztattak, hogy bizonyos kérdésekben ne legyen vitának helye. Most ehhez képest azt látjuk, hogy gyakorlatilag a két oldal már nem fogadja el a másik véleményét, tehát nincsen semmiféle befogadó készség azzal szemben, hogyha egyik sajtótermék megír valamit, akkor azt a másik oldal az első jut a legtöbb esetben, ha pedig eljut, akkor ugye nyilvánvalóan egy ilyen visszautasításra fognak rá reagálni. Ahogy említettem, ez pont a törzsi logikából következik, hát ha én a ellenségnek beengedem a falovát, ugye ezt az információt magamba, akkor elárultam a törzsemet, gyakorlatilag ez a gondolkodás mögötte, és az abszolút nem tudatos, ezért veszélyes egyébként, és veszélyes az, ami rájátszik arra, akár hogyha erről a mesterséges intelligenciáról van szó, valóban akkor ugye mikrotargetálás egyébként szintén probléma, ha jól emlékszem, a legkisebb csoport, amire külön hirdetést targetáltak, az valami négy-öt főből állt. Tehát ilyen mélységig le lehet menni. Egy nagyon ritka betegségben küzdő csoportról volt szó, és rájuk targetáltak egy külön hirdetést, csak azért, hogy azon pár ember is meglegyen. Tehát látszik, hogy elképesztő módon előre haladt az a tudomány, hogy azonosítani lehessen az emberek pszichéjét, és azt, hogy erre hogyan lehet hatni. És ez úgy gondolom, hogy egy egzisztenciális válság a demokrácia számára, mint étosz számára, hiszen akkor innentől valóban formalizmussá válik, nincs ami közösen összetartsa ezeket az embereket. De hová vezet ez? Mert hogy nem véletlen, talán, hogy már azzal riogatják az amerikaiakat, hogy, hogy ha az egyik győz, akkor azért lesz polgárháború, ha a másik győz, akkor meg azért lesz polgárháború, Gergely? Én ebben nem hiszek, hogy polgárháború lesz, szerintem ez de a riogatás én, meg van? Én, hát, az a a demokraták mindig, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy, hogy nem, a demok, ha nem a demokrácia győz, akkor az rossz lesz, tehát, hogy a, ők a demokráciát hát úgy rombolják, mint egyébként ez, ez, itthon is megfigyelhető szerintem bizonyos politikai erők részéről, hogyha nem jó erőre szavazol, akkor, akkor megszűnik a demokrácia, ugye ezt tök a Trumpra értik, ott a demokrácia, tehát nem a demokrácia sorsát döntöd a választásokon, hanem a választások maga a demokrácia. Így van. és az elnök személyéről döntesz. És nem, nagyon nagy tragédia, mondjuk Amerikában ezen tud történni, hiszen egy elnök azért innen nagy embernek tűnik, de amit, amit négy év alatt egy elnök csinálni tud, egy hatalmas apparátussal mögött, ami működik, és, és szóval azért nehéz azon keresztül ütni sok mindent vagy, vagy nagyon oda kell vinni az embernek a saját stábját, vagy ugye hát a Trump küzdött is ezzel, hogy, hogy, hogy nem tudta keresztülvinni a, a, mély államon, amit ugye le akart csapolni, kicsit arra léve az akaratát. Szóval olyan hatalmas, hatalmas azért nincs az amerikai elnöknek, mint ahogy azt mi néha képzeljük, hogy mindent meg tud változtatni. És a demokrácia szerintem az a antidemokráciával, vagy a, demokrácia elveszése, a riogatás röjog, rombolja a legjobban, de egyébként az amerikaiak azért még nagyjából hisznek a saját demokráciájukban, ami kívülről időnként megkerüljelezhető, tekintve a csalási potenciálokat, meg azt, hogy a szavazói szabályok azok mennyire, hát mondjuk így rugalmasak, ugye most nemrég hoztak Arizonában egy döntést, hogy hogy nem kötelező állampolgárnak lenni ahhoz, hogy szavazzanak, és valami 150 ezer emberre vonatkozik, vagy, vagy valami hasonló, vagy, vagy csak 100 ezerre, de, de ugyanott volt ilyen per, hogy... Tehát nagyon sok szavaz. helyen úgy lehet szavazni, hogy papírokat sem kell bemutatni, tehát bemész és szavazol. Igen, de azért az, az egy, dolog, hogy elvileg szükséges -e, hogy amerikán polgár legyen, vagy pedig megtámad a Biden-féle igazságügyminisztérium azzal, hogy hogy, hogy szükségtelenül feltétel, hogy te bebizonyítsd, hogy Amerika állampolgár vagy a szavazáskor, és azért ilyennek ilyet láttunk, tehát ez megtörtént az előző években a Úgyhogy én itt keresgélnék a demokrácia tekintetében, legalábbis ami Amerikát illeti. Igen, a, egyrészt annyit fűznék hozzá, hogy, a, hogy valóban az elnök azért nem mindenható. Tehát Uh, utóbbi évtizedekben számtalan elnök volt, aki úgymond Washington ellen indult, és mind, mindent beszippantott a Washington. Uh, Carter most száz éves Washington ellen indult, Reagan is Washington ellen indult, Clinton Washington ellen indult, Obama Washington ellen indult, Trump Washington ellen indult, uh, ugye Bush és Biden kivétemetők voltak Washington. Uh, tehát uh, itt egy hárommilliós uh, adminisztrációja van szó, és most óriási időzőben fölháborodás volt a demokrata oldalon, hogy Trump azt mondta, hogy nem csak azt a 7-8 ezer embert akarja lecserélni, hanem 20 ezret a több millióból. Szóval egyszerűen lehetetlen tényleg az elnöknek keresztül vinni korlátlan, vagy, vagy kell szűvinni az akaratát, anélkül, hogy ott ne tudnának valamit megakadályozni. Oké, okay, nem mindegy, ki az elnök? Nem, nem, az érdekes az, hogy hogy az elnök mögött álló érdekcsoportok nagyon, érdek, nagyon fontosak. Plusz még a, a, ugye, hagyományosan arról beszélünk, hogy van ez a, a hatalmi háromszög, a végrehajtó, a, a, a törvényhozó és a bírói hatalom, de sokkal inkább ezt a vas háromszöget emlegetik, hogy az az igazi a bürokrácia, a média és mondjuk a, a törvényhozó hatalom, és ebből kimarad a, a végrehajtó hatalom tehát itt többfajta konstellációk vannak, és főleg akkor, hogyha most csak ilyen tankönyvi alapon nézzük, hogyha van egy, egy republikáns elnök, és van egy demokrata többség a, a kapitóliumon, akár egyik, akár a másik házba, akkor már nem tudja azt a politikát végezni, amit szeretne. Hogyha még egy kicsit megcsavarjuk ezt az egész dolgot, hogyha van egy demokrata elnök, és mondjuk konzervatív többségű a legfelsőbb bíróság, akkor újra ott tartunk, hogy az elnök olyan dolgokat kell, hogy elfogadjon, amit nem szeret. A klasszikus példa erre az abortusz kérdése volt. 73-ban Nixon életpárti volt, és mégis elfogadták a, a Ró a döntésbe az abortusznak a szövetségi jogát, most pedig a DOC kérdésbe megfolytották, ezt visszaadták az államoknak, annak ennél, Biden pedig úgynevezett választáspárti volt, viszont a legfelsőbb bíróság pont fordított összetétele működtek, akkor egy liberális, most még egy konzervatív. Tehát működnek ezek a fékek és jelenségek, sőt sokkal bonyolultabb módon, mint ezek a tankönyvi példák. Béna kacsa. Hát én azt hiszem, hogy nagyon Amerika központúan kezdtünk gondolkodni érthető, ugye, hogy elnök és adminisztráció, és a választás, és akkor most semmi a következő választás. Persze tudjuk, hogy kongresszus választják, ugye, rotálják, stb. Tehát ugye a politika szerintem nem erről szól. Tehát, hogy mindenki azt kérdezi, akkor kire szavazol. Ez csak egy része a hatalom. A hatalom az eszköz arra, hogy a közjót szolgáljuk. Tehát mondjuk egy government, egy, egy angol felfogásban jobban érződik az, hogy közpolitikai természetű, tehát valamire kap felhatalmazást, ráadásul visszamenek az egyéni választókerületekbe, és folyamatosan számon kérik, hogy amit ígértél, nincs koalíciós partner, az hol állunk. Tehát, hogy van azért más az angol, és van a kontinentális felfogás is. Szóval azért fontos tudni szerintem, hogy, hogy a, a nem csak hatalomról szól, hanem azok a dimenziói, ami az érzelemről szól. Tehát az, hogy nem kormányforma, nem államforma, nem adminisztráció, hanem a hazánk. Az, hogy hazánk neve Magy Magyarország. Tehát nem államformával jelölöm meg. Most ez képes integrálni. Tehát ma a közjónak egy minimális tartalma, mert úgy hívom ugye a hazámat, anyukámat, a családokat, ahogy, ahogy nekem tetszik, a szívemhez közel áll. Mi így szeretjük hívni, mert mi így szeretjük a hazánkat, nem az államformával. Azonosítjuk. És azt sem, ez már olyan szimbolikus dimenzió, ami már egy kiindulási pont. Na most, ha a közpolitika, mert mégis is közpolitikáról kapnak felhatalmazást, legalábbis Angliában. Magyar laptörvényben nincs ez benne, talán nem is jó. Ugye, hogy egy kormányzat valamire kap felhatalmazást, és abban azért lehet a közjóban ennek a dimenziójában megegyezni, és utána a kormány ezért felel. És a lényeg, hogy a választások között is folyik a politika. Hát a politika annyira a politikai közösség. Tehát a, sőt, a közjó az nem is politikai fogalom. Tehát annyi minden participatív ellen van, ami most itt eltűnt, mert ugye valóban az amerikai personifikációja, politikának is hatalomközpontúsága központúsága, arra sőt, ugye ott a győztes mindent visz, elve ugye ez a felfogás, hogy eltűnt a, a politikának a kontinentális európai felfogása. És Abba ez jó. a politika, én egyetértek, és szerintem egyébként ez egy probléma Európa meg a mi számunkra, mert úgy gondolom, hogy az európai felfogás az sokkal jobb volt az amerikainál, hiszen itt ugye teret nyitottak az egyéb véleményeknek is, ugye pont ez volt a lényege, nem az, mint Amerikában, hogy van egy bizonyos adminisztráció, és akkor jó esetben ők visztek mindent, rosszabb esetben ugye mondjuk nincs meg a szenátus vagy a képviselőház, és akkor négy évig tologatják a labdát ide-oda, hogy kinél pattog éppen. Na most ehhez képest Európában úgy gondolom, hogy sokkal jobban működött ez a politika, különösen Nyugat-Európában, ugye még mondjuk gyakorlatilag a 90-es, 2000-es évekig, amíg valóban, hát ugye ennek az alapja az volt, hogy a világháború után nagyjából eltűntek az ideológiai különbségek, nem volt ildomos ezekről beszélni, Hát ennek eredménye most az, hogy azóta a jobb oldal is eltűnt, mert nem igazán tudott témákat megragadni. Tehát, hogy ennek azért van egy negatív következménye, az, hogy Európában ennyire eltolódott a politika balra egyébként, azt szerintem ennek köszönhető. Jobb oldal egyszerűen egy ilyen íztelen, szaktalan valamivá vált. És erre a politikai térbe robbant be aztán ez az amerikanizált politika, amikor mindenhol egy bizonyos egyszemélyi politikák vannak, tehát Marine Le Pen versus Macron, mondok valamit, tehát az látszik, hogy egyre inkább a személyek kerülnek előtérbe, és nem a politikai térnek más elemei, és szerintem ez egy probléma Európa számára. Igen, de működik a ketrec. Tehát abban a pillanatban, amint a mainstreamnek nem tetsző személyiség jelenik meg, Marine Le Pen, abban a pillanatban ketrecbe tudják zárni, Független attól, hogy hogy nyert. Ha Herbert Kicker nyer, Ausztriában ketrezbe tudják zárni, független attól, hogy egyébként a, a szabadságpárt, még akár komilfó is lehet, hiszen nem az első lenne, hogy adott esetben koalíciós kormányzást hozzon létre, de a személyiség az nem, nem komilfó. Hát azért az elekethez vagy fornak fölé kornon szerint tört, mert, mert ugye egyrészt lesz és jobb őket, ami szerintem igaztalan, de másrészt hát, hát más az minden más pártonak együtt van, más többsége, és ők egymással akarnak összefogni, mert most fóbiájuk van a FPÖ-vel vagy Pen-el szemben, akkor politikailag megtehetik, hogy összefognak. Még akkor is, ha ez ilyen nagyon fura, egykor középjobbos pártok összefognak, szélső baloldali pártokkal koalíciókat hoz ami teljesen természetellenes, ahelyett, hogy mondjuk a osztrák néppárt összefogna az FPÖ-vel, mint ahogy már egyszer történt is és kormányozna, vagy a CDU-CSU az afd vel vagy kicsit nehezebb de mégis, vagy, vagy, vagy a, vagy franciáktán is lehetne ilyen, ilyen, megoldás. De hát azt látunk el, hogy ez, ez azért politikai kérdés, hogyha, hogyha ezek a pártok nem nyernek akkor át, hogy tudjanak kormányozni egyedül, ha mindenki más nem akar, hogy kormányoznak, akkor nem fognak kormányozni. Ez, ez, sajnos... Ilyen ezt nem a minisztérium dönti el, hanem, hanem ez, Ez egy politikai verseny. Az érdekes, igen, amit mond... Igen, én inkább nem is európai és amerikai, hanem angol és kontinentális európait mondanék, mert a, az angol választási rendszer is rendkívül mértékben torzít. Tehát voltak olyan választások, hogy mondjuk a liberális demokraták Megnyerték a, a szavazatok 19%-át, és a 650-es fős parlament 12 helyet szereztek meg. Tehát ott is, tehát az angol száz, mondjuk a politika vagy hagyomány inkább az, hogy legyen kormányzó képes többség, hogyha erősen torzít akkor is, és hogyha az emberek nem, nem tetszik, akkor négy év választanak. Magyarországon viszont ugye van ez a listás, Uh, párt és visszaosztás. Tehát itt uh, sokkal... hát a német típusú rendszer. A német tehát uh, sokkal inkább próbálja uh, a a, úgymond a veszteseket is uh, helyzetbe hozni, vagy legalább csak kisebbségben maradókat is uh, helyzetbe hozni. Egyesült Államokba és, uh, és uh, mondjuk nagy britániába ez nem igazán így történik. De bocsánat, az egyéni kerületi hangsúlyossága a magyar választási rendszernek azért arra predestinálná, hogy közpolitikai jellegű legyen. Tehát a kormányzó képességet Angliában az indokolja, hogy az, szinte egy párti többséget, hogy legyen, nem csak mandátuma, hanem ereje végrehajtsa a kormányprogramot. Tehát én itt a jobboldali témákat mondta, nem talált témákat. Tehát ez a probléma szerintem. Most nem akar egy konkrét politikus mondani Hollandiában, nagyon fiatal hölgy, aki ugye most katolizált, most ment férhez. Tehát ő a farmereket támogatja Hollandiában. Tehát aki szereti a közösséget, szereti a hazáját. A haza az, a, az a, ahol élek. Ott adódik a téma. Szóval elmentünk politikus irányába, sőt, hatalomcentrikusak lettünk. A, t, a közösség szolgálta szertette, az a helyben van. Azt persze lehet országos szinten is venni. Szerintem vissza kéne szívünkkel térni abba a közegbe, ahol vagyunk, és ahol a szolgálat ilyetlen értelmezhető. Utána lehet már abstrahálni. Na most azért az elmúlt 8-10 évben nagyon komoly változások mentek a világba. Ugye két, meg volt a Brexit, ami azért egy, hát hogy is mondjam, a lágyék irányába mutató rúgás volt az Európai Unióban. Aztán 2020-ban koronavírus, végrehajtották a legnagyobb emberkísérletet a, a világtörténelemben. 2022-ben kitört az orosz-ukrán háború. Most úgy tűnik, hogy Izrael és Irán feszül egymásnak hihetetlen erővel ez gyakorlatilag, és mind-mind az afelé mutatott, hogy a véleménybuborékok egyre inkább csontosabbá váltak, és egyre inkább átjárhatatlanná váltak. hogyan lehet ezt az egészet lebontani, vagy egyáltalán lehet-e kísérletet, nyilván lehet tenni rá, de történik-e kísérlet ennek a megszüntetésére? Hát, nem tudom, hogy lehet lebontani, ez nehéz ügy, tehát... Történik kísérlet? Hát nézd, hogyha mondjuk nagyon távolról indulunk, akkor a iskolai telefontilalom azért például egy lépés abban az irányba, de én nem hiszek abban, hogy le lehet bontani ezeket a dolgokat. Ha megszüntetjük az internetet, akkor lebonthatjuk a véleménybuborékokat, de, de, egyébként nem. Kicsúszott a kezünkből valami. Vissza kell bombázni magunkat a középkorba, vagy az ókorba, vagy a kőkorba? De, de internet nélkül is voltak véleménybuborékok, tehát hogy, hogy, olyan nincs, hogy nincsenek vélemény buborékok szerintem. Szerintem muszáj a, 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 tehát a, a közösségbe vissza, tehát kicsúszott a kezünkből valami, folyamatos, rendkívüli, meg milyen állapotok vannak. Ugye ez, ez, ezek az évek ilyenek voltak, ö, tényleg valami kicsúszott. Szerintem ez nagyon jó alkalom, hogy tudatosítsuk, mi emberek vagyunk. Tehát az ember nem élhet a politikai közösségbe hitelesség nélkül, és, és valós cselekmények nélkül. Tehát igen, vissza kell valahogy menni abba az eredeti helyzetbe, amikor léteztek emberi közösségek. És igen, a mobiltelefon ez egy jó ö, példa erre. Tehát vissza kell, igen, tudatosan, eket, bocsánat, a terv, az egészségünket tudatosan védjük. Fogmosással, ezzel, azzal, egészségmegőrzéssel tudatosan kell arra figyelni, hogy a közösségeink épek maradjanak, megmaradjanak. Tehát muszáj, muszáj a közösségeket visszaépíteni, ez látjuk, hogy ez az irány ez nem old meg semmit, tehát tudatosan, természetes módon nem fog történni, tehát tudatosan, ha tetszik mesterségesen, vissza kell építeni a közösségeket, részt kell venni, ki kell lépni az ajtón, részt kell venni közösségekbe, vissza kell építeni azokat a helyeket, akkor értelmezhető még az, hogy valaki hiteles, vagy az, hogy aki nem vesz ki a közösből pénzt. Ugye ezek alapvető kritériumok. Aki a mi emberünk, tehát igen, alulról fölfelé szépen újban építkezni. Hogyan? Én még arra térnék vissza, hogy ez miért is alakult így ki. Van erre egyébként egy jó elképzelésem, például Amerikában, ez a közösségek felbomlása, ami elhangzott. Szerintem ez egy kulcskérdés itt. Egyszerűen megszűntek azok az emberi kapcsolataink, amelyek korábban ezeket a buborékokat áttörhették. Tehát, hogy nem, hogy az nagyon fordul elő, hogy ellentétes politikai véleménye házasodjanak, hanem még barátkozni sem nagyon szoktak ezek az emberek, sőt, még össze se találkoznak. És mondjuk ennek a oka például Amerikában az, hogy elindult a külvárosi asodás, ez a kiköltözni a suburb területére, ebbe a valvóvárosokba. gyakorlatilag ugye előtte azért amerikai társadalma sokkal, sokszínűbb volt olyan értelemben, hogy minden nagyvárosban volt magyar negyed, zsidó negyed, olasz negyed, lehetne sorolni, és ott hasonló kulturális háttérből érkező emberek értek együtt, de nem úgy elzártak, mondjuk most egy nógózónában, no hanem úgy, hogy a saját kulturális hagyományékat megtartották, és ott nem politikai vagy egyéb alapon szedték magukat szét csoportokra, ehhez képest mondjuk azt látjuk, hogy van ez az elővárosi ö, liberális elit, amely gyakorlatilag nem találkozik a saját buborékán kívül emberrel, és nem nagyon találkozik mondjuk olyannal, aki Trump szavazó, vagy akinek egyáltalán mondjuk hátránya van például a bevándorlásból, mert ők mit látnak a bevándorlásból, hogy jön a mexikói takarító nő és kitakarítja a fürdőszobámat, nem pedig azt, hogy mondjuk a belvárosokban ö, drogos zombik járkálnak, mint hogy Amerikában már látszik, ugye gyakorlatilag az épített környezet Amerikában lerombolta. Fentani járvány. Fentani járvány az a hatalmas bűnözési hullám, amit ez elszabadított, ők nem találkoznak ezzel a negatív körülményeik, következményeivel, és mivel egymást erősítik meg folyamatosan, nem is találkoznak olyan véleményel, ami nem az övék, és hát én is azt gondolom, hogy ezt nem lehet visszaépíteni. Hát ugye látjuk egy gyökeres életmódváltás mögötte, az, hogy a városokat elhagyják az emberek, ezeként sajnos Magyarországon is megkezdőd, például Budapesten, és akkor megváltozik az összetétele az addig működő közösségeknek, és egyszerűen eltűnnek azok az emberi kapcsolatok, amelyek lehetővé tennék azt, hogy valamilyen módon csökkentsenek a buboréknak a, hatását. Ugye azt én sem gondolom, ezt ki lehet iktatni, pont ebből a törzsi logikával, amit mondtam, nyilvánvaló, hogy van egy buborék, de ez vannak dolgok, amik áttörhetik, és ezek minimálisra csökkentek ma már. Az ember csak azzal találkozik, akivel akar, és nyilván nem fog olyannal akarni találkozni, aki mást gondol az élet dolgairól, mint ő, és akkor itt bezárult a kör. Igen, ez, én szerintem igen, nagyon nehéz lenne visszaépíteni, hiszen atomizálódik a társadalom. Tehát a, most megint visszamegyek Amerikába, homeschooling egyre inkább teret oda, a home office teret hódít magának, egyre inkább ugye az emberek a, a komputerek előtt ülnek, és nepéri közösségbe járnak. Ezek az éttermek, az, hogy helybe kiszállítják, a, és itt Magyarországon is lehet látni, hogy egyre több helyen hordják ki az ételt, tehát az emberek étterembe mennének, és ott közösségbe legyenek. Tehát ez mind azt, azt arra mutat, hogy ez az atomizálódás, ez folytatódik, és nagyon nehéz mondjuk visszatömni, a, vagy visszatenni a, a fókrémet a tubusba, tehát, hogy újra közösségeket építeni. Én elve eléggé szkeptikus vagyok, hogy ez mennyire fog sikerülni, és hogyha a világ fele halad, akkor feltetten teljesen mindegy, ha az ember Antarktiszon ül, vagy pedig Patagóniába, ugye azokhoz az a javakhoz fér hozzá, ugye azokat az ételket fog élni, tehát egyrészt ez egy atomizálódás, és ugye akkor pedig egy univerzálódás is egyszerre. Ezért is kell egyébként, tehát ugye ugyanaz a, ez a homogenizálódás az én szemszögemből, ugyanazt tanítják a világ összes egyetemén. Tehát ugye össze-vissza utazták a világot a, a hallgatók mondjuk ugye a Covid előtt. Végre és elértük a globális tudást. Így van, na most gyakorlatilag mi a fenének elmenni Szingapurba, Indonéziába, ugyanazt kapják mindenhol, a lengyelek, a Londonban, stb. Tehát gyakorlatilag eltűnt a helyi kultúra, nincs mit tanítani, nem is építették ezért. Na most azért mi utazza kell oda, hogy ugyanazt kapom? Tehát ez itt az a nagy probléma ezzel a globalizációval, hogy értelme sincs a mobilizációnak és, és értelme sincs tanításnak, értelme sincs más egyetemen tanulni. Hát ebből a kitörési pont, hogy tanítsuk a miénket. Tehát ami tényleg gazdagság, ami mi vagyunk, tehát egyszerűen nem tudok más kiutat, mint az, hogy tudatosan építeni a magyar kultúrához való hozzáállásunkat, és az gazdagság, az építi az embert. Tehát ugye az összes probléma, a frusztráció abban fakad, hogy a hatalomtól senki nem lesz boldogabb. Tehát ugyanaz a igény lesz belőle, csak maximum fokozottabban, vagy pedig annak a hiánya, hogyha nem tudja megszerezni a hatalmat. Tehát boldogság hatalomból sosem sem lesz. A közjóból, a közül legkisebb eleméből igen. Ha sikerül egy egyesületet létrehozni, egy kis kulturális valamit, ugye viszem a fiamat, most már 12 éve a foci csapathoz, az kis közösség létrejön. Tehát azt a picit kell értékelni, és ezekből áll össze a kultúra. Tehát a, a, És egyébként a gyerekek jövője múlik, múlik rajta. Tehát lehet, hogy nagyon nehéz, de könyörgöm, nekem vannak gyerekeim. Lehangoló, uh, amit mondasz, annál inkább, mert itt uh alapvetően fölmerül ez a kérdés, hogy akkor ami most az Egyesült Államokban ö, ö, elnökválasztás ö, címén történik, az tulajdonképpen, és erre Gergely már utalt és itt különböző érdekcsoportoknak a, a harca a tudatipar segítségével, amelynek a, a, az élére, vagy a tetejére zászlóként kitűztek egy Kamala Harris-t, vagy, vagy egy Donald Trumpot. És innentől kezdve azért ez kezd ijesztővé válni. Hát érdekcsoportok mindig voltak, tehát és ezt Igen, csak kérdés, most hogy... Nem mindegy, hogy a politikus befolyásol bizonyos érdekcsoportokat, vagy pedig az érdekcsoportok rángatják dróton a politikust. Hát nem mindegy, de hát most uh, ember legyen a talpán, aki beméri, hogy az előző 200 évben mikor milyen volt ennek az aránya, és ezt exaktan ki tudja számolni, ez annyira komplex valóság, hogy szerintem ez... ez uh, ez lehetetlen. Pénzügyi érdekek mindig voltak, Amerika, nem csak Amerikában, hanem mindenhol, és ugye hát a demokrácia mellett, hogy van világnézeti, meg ideológiai küzdelem, meg, meg szakpolitikák is versenyeznek jó esetben, amellett a demokrácia mindig is szólt társadalmi érdekcsoportok érdekharcairól és egyeztetéseiről is, tehát hogy, hogy, hogy én ebben nem látok olyan iszonyatosan tragikus momentumot, meg újdonságot se, szóval... De nézzük a jó oldalát, hogyha sok lokálpatrióta lesz, Ugye, akiknek ö, 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 olyan, akik lelkével is foglalkozik, aki a kultúrával foglalkozik, a közössége foglalkozik, akkor érdeke, őket kell megnyerni. Őket kell, kell megnyerni. Akkor olyan ember fognak majd ö, próbálni eladni, de legalább megpróbálják, aki ezeknek felel meg. Tehát az olyan a kormányzat, ami a társadalom. Na de hol lesznek ezek a lokálpatrióták? Mert ugye most a különböző, erő, különböző erővonalak azért más jelennek meg, mint akár a bipoláris világrendben, akár poláris rend világrendben a... megvoltak, tehát most ezek az erővonalak keletre tolódtak azért. Na, ami, ami Amerikát illeti, azért nyilván innen nem látjuk, de szerintem Amerikában azért erősen jelen van ez a, ez a lokális kultúra, csak minket ugye innen már a 18 milliós, vagy legalábbis 8 milliós New York polgármesterét is csak, polgármester is csak azt érdekli, aki valamennyire éde, érdeklődik Amerika iránt, holott az egy, egy, nagyobb területet, vagy nem tudom, ember tömeget kormányoz, mint Magyarország, és csak Magyar. egy városi polgármesterről Persze. beszélünk. És Amerikában azért nagy, nagy kultúrája, meg hagyománya van a tagállam, és azon belül a, tehát ugye választják a helyi serifet, a megyei serifet, nem tudom, tehát Ügyes. Olyan, olyan ész, ilyen, olyan kis szinten, hogy, hogy az azért ott szerintem ér még akkor is, ha megtépázták az előző évtizedek ezt a, ezt a lokalizmust, ez tényleg így van, de azért nem, nem tűnt el. Csak hát nyilván minket innen nem érdekel Dakota a ahogy De... őket se érdekli Dél ja, somogy, ja, tehát, Viszont hogy... amit jól csinálnak, és bocsánat, amit jól csinálnak ez a civil kurázsi, tehát anyuka, épp hogy most már nem szoktatós a gyerek, odaáll a, a, a podcastjában, a mikrofon elé, és bátorítja az anyukákat. Ő, mondjuk konkrétan, akiket nézek keresztények. Szóval ő nem foglalkozik, az, egyiket ezt csinálta korábban is előtte is. Tehát, hogy kézzekbe, kezünkbe venni a dolgoknak az irányítását, mindenki ott tesz, hogy ott, ahol tudja. Baba, mama, klub, stb. Nem kell feltétlenül lokálpatriotizmus már geográfiai, vagy kulturális értelemben, mm. hanem közösséget építeni. Utolsó kérdés. változik -e a világ attól majd, hogy Trump vagy Kamala Harris lesz az elnök? Lesz-e különbség a világ Hát valami különbség lesz, de általában azt szoktam mondani, hogy az első Államoknak a, a, a Egyesült maga az olyan, mint egy nagy tankerhajó, tehát nem lehet arra a kormenti doda rángatni, tehát egy kicsit erre, kicsit arra. A mi szempontunkból annyi változás lehet, hogy az ukrán-orosz konfliktushoz más lesz a, a republikánsoknak a hozzáállása, mint a demokratáknak. A többi nagy kérdésben elég nehéz különbséget látni. Kína kapcsán gyakorlatilag egymással versengenek, hogy ki lesz keményebb, vagy ki lenne keményebb. Közekeleten a republikánusok inkább mondjuk Izrael pártiak, mint a demokraták, tehát ilyen nüansznyi eltérések lehetnek, illetve hát ezek nem annyira nüansznyi eltérések, de bizonyos eltérések lehetnek. Én úgy gondolom, hogy lesznek azért különbségek, és nem mindegy, hogy ki nyer, akár már csak az említett orosz-ukrán háború kapcsán. Ugye Trump többször megígérte azt, hogy ő ezt le fogja zárni a lehető legrövidebb időn belül. Ez Magyarországnak és Európának szerintem alapvetően egy jó hír. Ahogy nyilván egyébként mondjuk a magyar-amerikai kapcsolatokra is jól hatna ez a... Én, kérdően. ha BBC-t nézem, szoktam, ahogy ők látják Amerikát, Hát mondja, minden elismerésük nagyon is, nem mindegy, hogy ki győz, viszont világot említette. Tehát a világnak kormányzója Isten, és tényleg így van. Tehát azért ne dramatizáljuk túl. Gergely? Lesz a mint mindig, de viszonylag kiszámítható. Meglátjuk. November már nincs olyan veszre, köszönöm, hogy eljöttetek. Önök pedig az Ez itt a kérdés látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediaclip.hu-n és a Youtube-on is meghallgathatják a Spotify-on. Valóban fényt hozott a sötétségbe a felvilágosodás? Ennek járunk utána az Ez itt a kérdés hónap adásában. Tartsanak velünk akkor is én, kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!